A videót a notbook.hu támogatta. Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy új notebook tesztben. Viszont első körben is beszéljünk arról, hogy látjátok rajtam ezt a pólót, és ami nagyon fontos, hogy pont az ilyenek miatt kell szépen összehajtani. Mert ha csak bedobod a szekrénybe, akkor így fogod elővenni néhány napon belül, gyakorlatilag, mintha a kis valagam likából húztam volna ki. Na de! Hát az a helyzet, ez a notebook, ami itt van nálam, ez több, mint 600 ezer forint. Ami nagyon ritkán esik meg, hogy egy ilyet kapok így egy ilyen kis tesztre, de most ez van. El szeretném most is mondani első körben is, hogy ez nem professzionális teszt, józan paraszti ésszel gondolkodó embereknek való, akik nagyon geekek, nagyon vágják a technológiát, azoknak ez nem nagyon való. És egyébként, mielőtt ezt bemutatnám, fontos elmondanom, hogy a leírásban már megtaláljátok ezt a notebookot, és meg tudjátok pontosan nézni, hogy mi a jó istenről van szó. Na de hát, jó van, tápkábel, ilyesmi. Hát nem tudom, hogyan szemléltessem, talán a kezemhez képest, a tenyeremhez képest. Ez itt a töltő, adapter, a rohadt eget, 240 watt. Hú, mi a jó isten ez? Ritikül. Ezen notebook pontos típusa, nagyon érdekesen néz ki, Dell G5 5500. És hát figyelj, inkább mutatok közelieket. Elég érdekesen néz ki, ilyen csillogó, nem is tudom mivel van bevonva. Hű, hát az a helyzet, hogy ez nekem nagyon nem kéne. Már elnézést, de tényleg nem kéne. Hát hogy néz ez ki? Ízlésről nem ér vitatkozni. Valakinek ez biztos adja, de itt is látjátok, hogy ilyen, értem én, hogy ilyen szivárványos valami szeretne lenni, de hát nem tudom. Nekem olyan érdekes. Kinézetre a másik oldala, a klaviatúra, az olyan átlagos. Az a helyzet, hogy már volt nálam jó pár gamer notebook, és hogyha megnézitek, nagyjából hasonló, mint a legtöbb. Ugye a hűtés miatt itt azért van egy jó nagy rés, hogy itt ki tudja tolni a meleget, avagy beszíja a hideget. Úgyhogy igen. A specifikációt tekintve muszáj egy kicsit puskáznom, de azt tudom, hogy nagyon brutális. Például a processzora az egy Intel Core i7-10750H processzor, ami egészen 5 GHz-ig húzható. Talán én ilyennel még nem is találkoztam. Aztán van benne 2x8 GB DDR4-es 2933 MHz-es RAM, ami megint csak arra következtet, hogy a rohadt életbe. Ez akkor így durva. Notebook szinten kell ezt nézni. Tudom, hogy 45 millió komment lesz azzal kapcsolatban, hogy hát én ennyi pénzből jó gépet teszek össze. Ez nem arról szól. Hogyha készítenek egy ilyet, akkor higgyétek el, hogy azt valaki meg is veszi. Mert ezt már megbeszéltük, mert valakinek az kell, hogy egy ilyen kompakt cucc legyen nála, amit bárhova tud vinni és onnan tud gémelni, úgyhogy nyugi már! Van benne egy 512 GB-os M2-es PCI SSD. 512 giga az jelenleg, hát mondjuk 8 játék, hogyha a többit leszámítjuk, hogy mit tudom, néhány program, ilyesmi, egy 7-8 játék környéke. És biztos durva FPS számok vannak, ugyanis maga a kijelzője az csak 1080p, 1920x1080, viszont 144 Hz-es, úgyhogy a folytonosság az szuper tud lenni. Nyilván én ilyen konfignál már elvárnék egy 2K-t, tudom, hogy sokan nem. Én inkább játszok egyébként 60 FPS-sel, 70 FPS-sel és 60 Hz-en, mivel nem volt még 144 Hz-es monitorom, ezért nagyon sokat nem tudok viszonyítani, csak egyszer-egyszer volt nálam egy teszt termék.
Úgyhogy én inkább 2K 60 Hz, és nem pedig 1080x144. De ez én vagyok. És egyébként megkapta az Nvidia GeForce 2060 RTX 2060 videókártyát, amit természetesen 6 GB VRAM-mal rendelkezik. Szerintem sok a duma, nem tudom, hát a billentyű teljesen, számomra teljesen átlagos, nincs semmi olyan, amire azt mondanám, hogy hú, atya úristen, de így a kinézet nem tudom, tehát hogy én ehhez a csillogós valamihez el tudtam volna képzelni ide is valami színkavalkádot, ez én vagyok, van rajta egy új lenyomat, olvasó, ezen kívül gyakorlatilag rém egyszerű a történet, nézzük azért, hogy miféle portok vannak rajta. Ó, SD kártyát lehet belerakni, nagyon régen találkoztam már sajnos olyan géppel, amiben bele lehet rakni az SD kártyát. Ezen kívül van itt még egy fejhallgató bemenet és két darab USB 3.0 port. A másik oldalon megtalálható a tápkábel csatlakozó, és ezen kívül van egy mini DisplayPort, port, és HDMI port, ezen kívül pedig van USB Type-C, és még egy USB 3.0. Hátul találunk egy hűtést rajta, ami ilyen zongoralakszerű csillogást kapott. Csak úgy. No de, sok a duma, kevés a muta, úgyhogy kapcsoljuk be. Természetesen, mivel zsír új, ezért le van merülve, ezért elővesszük ezt a töltőt, ami gyakorlatilag, hogyha megnézitek, tulajdonképpen nem raktam hozzá, tulajdonképpen olyan magas, mint maga a kijelző. Úgyhogy ez tényleg nagyon durva. Ha valaki el akarja lopni tőled ezt a notebookot, a vonaton, vagy bármi, előveszed, ezt néhányszor így megtekered, és olyan taslit lehet ezzel adni, hogy hétig nem kell fel. Na de, akkor legyen az, hogy installálom a terméket, teszünk rá játékokat, és akkor próbálgassuk ki. Természetesen itt, mivel az ára annyi amennyi, ezért mindent very high-ra fogunk tenni, úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan funkcionál. Hogyha megnézitek, és megnyomok valami gombot, akkor itt alul egy ilyen gyönyörű szép kék fény előjön. Ez nekem baromira tetszik. Rohadtul illik hozzá, és tök jól néz ki, ahogy így megvetíti az asztalt. A másik, betekintési szög, az eléggé jó. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen nem tudom pontosan hány fokos, de még innen is mindent tök szépen látok. Ez egyébként egy LCD kijelző, egy WWA LCD kijelző. Kettő játékot fogunk megnézni, nyilván aki komolyabb tesztet szeretne erről látni, meg benchmarkokat az utána néz, meg hát nyilván a YouTube-on is van rengeteg féle fajta. Na most, amit meg fogunk nézni, az a PUBG, illetve a Forma 1 2020, és akkor mindent felteszünk very high, very high, very high. Nos, első körben is nézzük már meg, hogy milyen beállítások vannak itt nekünk belőve. 1080p, mondjuk ez lehetne full screen, oké, köszönjük. Lobbyba az FPS nem kell sok, az mindegy. Játékon belül legyen a maximum. Hát figyelj! Hát figyelj, én azért custom. Mondjuk azért ultrán el kell, hát... Ajajajaj. Jó, nézzük meg magason. És akkor meglátjuk ezt az ultra témát. Igaz, azt mondtam, hogy ultrán, de hát azért nem úgy van az. Hogyha nem nagyon szeretné. Rizum. Oké, akkor nézzünk egy meccset, és akkor kíváncsi vagyok az FPS számokra, hogyan fognak alakulni. Nos, hát akkor nézzük. Direkt megvártam a lobbit, hogy azt most ne nézegessük, mert minek. Az értékeket azokat látjátok fent, remélem, hogy jól látszik. Azt mondja, hogy valami kietlenebb területre kéne
Ugranunk, hogy aztán engem itt ne szivatgassanak le, tudjuk itt nézni az FPS számokat. Hát nézd, nem rossz, hogy nem tettük ultrára ám. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, de biztos, hogy jól látjátok. Jelenleg nézd meg, azt elalszik ez a LED, mert ugye nem billentyűzettel játszok. De jelenleg ilyen 70 FPS környéke, 64, de eléggé jó minősége van egyébként, meg tényleg ez az ultra is, vagy ez a magas beállítás is nagyon brutális. És nem csak kinézetre, hanem így unblock. Úgyhogy ja, egyelőre jónak néz ki. Nyilván nem olyan, hogy aztán megborzolja itt a kedélyeket, de az a baj, ez talán videón nektek nem jön át, de a fűszálak meg ugye nyilván minden látszik, úgy van belőve. És ilyen 85-95 FPS környéke 10 giga RAM-ot használ, a CPU az csak 30% környékén mozog, viszont egy kicsit magas, mert egy 86-87 fok, és RAM, ja nem RAM, bocsánat, hülye vagyok, a videokártyából 3,4 GB-ot használ, és ilyen 80-90%-on mozog, és 79 fokos. Úgyhogy nagyjából ez van, látjátok így kb. Hogy ilyen, hát ilyen 80-tól 105-110 FPS környékén mozgunk, de az a helyzet, hogy tényleg nagyon szép, 110-116 FPS is volt már az előbb. Aha, már lőnek is, de nagyjából akkor látjátok, hogy így ez milyen. Ezt a csávót azért megfingatjuk. Figyeld, elbújunk. Nem vesz észre? Észrevesz? De elfutott! Szerintetek észrevesz? Nem áll, hogy nem vesz észre. Na, gyere, lőjél már le, te szerencsétlen! Nem nagyon jön. Ja, Istenem! Felveszünk egy mellényt, még nehezebb dolga legyen. Hű, nem szoktam kontrollerre játszani. Na jó, úgyhogy nagyjából ezt tudja, házon belül talán még egy kicsit több is. Úgyhogy srácok, ott van a csávó egyébként. Úgyhogy srácok, akkor nézzük meg a Forma 1-et is, arra is kíváncsi leszek. Itt is kezdjük a beállítások megtekintésével. Igen, Ultra High, itt minden ultrán van viszont. Tehát ez a full ultra elméleti szinten, látjátok. Ultra, oké. Jó, akkor ez most beállítva maradt? Mondjad, hogy beállítva maradt-e? Igen, jó. Oké, azt mondja, hogy video mód 1080p, 144 Hz, full screen, vasing off, frame rate limit ne legyen. Oké. Na, hát akkor vágjunk bele, és egyből egy Grand Prix-t fogunk menni. Nehogy az legyen, hogy itt a Time Trail-lel szerencsétlenkedünk. Úgyhogy azt mondja, hogy kiválasztjuk mondjuk a Mercit, Hamiltont, és akkor nézzük egy szimpatikus pályán. Itt mondjuk sok részlet van ezen a pályán. 5 kör, jó van az most. Oké. Sok részlet van ezen a pályán, úgyhogy talán itt majd jól látjuk, hogy mi újság van. Közben mondom majd az FPS számokat, hát ha hogyha kicsit kicsi nektek, vagy ilyesmi. Meg azt is, hogy mi újság van így effektív a többi értékkel, úgyhogy akkor csekkoljuk megfele, és hát car setup helyett elindítjuk a versenyt. Hát az van, hogy egyáltalán nem tudok váltani. Nem tudom, mivel kéne itt. Aha. Jó. Megleszünk. Nyilván no assistom van, és hát nem feltétlen izével szoktam én azt nyomni. Ho! Nem feltétlen kontrollerrel szoktam én ezt nyomni, úgyhogy gyorsan megoldom ezt, és jövünk vissza. Na gyerünk! Most akkor állítottam be assistot, mert így azért, hát, nem is hallom, mert ugye le van halkítva, hogy inkább engem halljatok. Na de az a lényeg, hogy így akkor most egy kicsit real-ebb,
Hát figyelj, 69-70 FPS környékén járunk. Sajnos nektek ez annyira nem igazán jön át. De ez a fény, ezt annyira erőtetem, mint ha valaki mondta volna, hogy mutassam. 70 FPS. Oké. Okay. 70, hát figyelj, ilyen. Az van, hogy full ultrán nem mentünk még le 60 alá, bőven nem, tehát ilyen 69 környéke volt, azt hiszem, talán a legalacsonyabb. De igazából most jók vagyunk, tehát hogy így nincsen így probléma. 79-82, ne nézzétek, hogy mit bénázok. Aha. Köszönöm szépen. Valaki beszorult ide. Itt egy gyönyörű. Nem tudom, mit csinálunk még itt. És most mi lesz? Fettel? Nem, Leclerc. Mit csinálsz itt, Leclerc? Most mi lesz? Kitolatok? Hűha. Ő engem nem csípett, úgy néz ki. Jó, hát én zártam le őt, de na, mindegy. Nem is az a lényeg, most nem arra figyelünk. Fú, srácok. Oké. Okay. 69 FPS-t láttam az előbb, hoppáhon. Viszont tényleg a grafika az ilyenkor brutális, tehát hogy nyilván az nem jön át a felvételeken. Á, nem tudok már menni. De brutális a grafika, tehát hogy arra egy... Már megint kezdjük! Leclerc, hát hova mentél? Na, úgyhogy nagyjából ennyi, amit itt nektek tudtam mutatni. Vannak ugye csávók, vannak nők, mindenkinek más-más az éppen mániája. Hogyha mondjuk te egy, nem tudom, egy férfi vagy, akinek van egy felesége, avagy barátnője, és mondjuk tehetősebb vagy, és tudod, hogy ez a gép ez 600 ezer felett van picivel, viszont te nagyon szeretnéd, és akkor itt jönnek a dolgok, hogy hogyan magyarázod meg. És az a helyzet, hogy én erre a notebookra racionalitást nem tudok mondani. Nyilvánvalóan nagyon nagy teljesítménye van, notebook, tudod vinni, stb. Viszont mint átlagember én 610 ezer forintot nem tudnék adni egy notebookért. Akkor esetleg, hogyha munkára kéne, viszont arra meg nem kell. Tehát nyilván ez egy olyan kényes dolog, hogy ki teheti meg. Mert egy Ferrarit is megvesznek rengetegen, pedig aztán mennyi? Egy Lamborghini 100 millió, rengetegen megveszik. Tehát, hogy ezeket a dolgokat úgy kell nézni, hogy oké, hogy én úgy gondolom, hogy nekem ez nem éri meg ezt a pénzt, viszont valószínűleg, sőt, biztosan azt mondhatom, hogy egy Lamborghini se érne meg nekem 100 millió forintot, tehát helyre kell azért tenni ezeket a dolgokat magunkban. Nem nekem van ez a notebook ennyi pénzért, de egyébként szerintem nyilvánvalóan, hogyha valaki ezt megvásárolja, akkor azt azért teszi, mert kell neki. Úgyhogy le kell nyugodni, és nem kell szétfikázni valamit azért, mert drága. Mert van ennél sokkal drágább notebook is, úgyhogy akit esetleg érdekel, a leírásba ide tettem a linket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Jók legyetek, hello, szavaztok! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The foe and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.